A krónikák második könyve, hatodik rész. Salamon megáldja a gyülekezetet. Akkor ezt mondta Salamon: Az Úr mondta, hogy homályban kíván lakni. Lakóházat építettem neked, maradandót örök lakóhelyül. Azután megfordult a király, és megáldotta Izrael egész gyülekezetét, miközben Izrael egész gyülekezete állt. Ezt mondta: Áldott az Úr Izrael istene, aki ígéretet tett tapámnak, Dávidnak, és azt hatalmával be is teljesítette. Ezt mondta, attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet Egyiptom földjéről, nem választottam ki egyetlen várost sem Izrael törzseiből, hogy házat építsenek ott az én nevemnek, és nem választottam ki senkit, hogy fejedelme legyen népemnek, Izraelnek. De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen a nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek, Izraelnek a vezetője legyen de amikor apám Dávid házat akart építeni Izrael istene az úr nevének tiszteletére, akkor ezt mondta apámnak Dávidnak az úr. Azzal, hogy házat akartál építeni a nevem tiszteletére, jót akartál, de te nem építheted föl azt a házat, hanem a fiad, aki a tevéredből származik, ő építi majd föl azt a házat nevem tiszteletére. Az úr beteljesítette ígéretét, amit tett, mert amikor apámnak, Dávidnak a helyére léptem, és Izrael trónjára ültem, ahogyan megígérte az úr, fölépítettem ezt a házat Izrael istene az úr nevének tiszteletére. És elhelyeztem ott a ládát, abban van az úr szövetsége, amelyet Izrael fiaival kötött. Salamon templom szentelési imádsága Azután odaállt Salamon az úr oltára elé, szemben Izrael egész gyülekezetével, és kitárta kezeit. Salamon ugyanis egy emelvényt készítetett részből, és azt a bekerített hely közepén helyeztette el. Hossza öt könyök, szélessége öt könyök, magassága pedig három könyök volt. Föllépet rá, majd térdre esett, szemben Izrael egész gyülekezetével, kezét az ég felé tárta, és ezt mondta. Uram, Izrael istene! nincs hozzád hasonló Isten sem az égben, sem a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívvel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. Most azért, Uram, Izrael Istene, tartsd meg, amit a te szolgádnak, Dávidnak, apámnak ígértél, amikor ezt mondtad, nem vesznek ki színem elől utódaid, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra és törvényem szerint járnak el, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Uram, Izrael Istene, váljék valóra ígéreted, amelyet a te szolgádnak, Dávidnak tettél. De vajon lakhat-e Isten a földön együtt az emberekkel? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor a te szolgád a te színed előtt imádkozik. Nézd nyitott szemmel erre a házra, éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről azt mondtad, hogy ott lesz a te neved. Hallgasd meg az imádságot, amikor a te szolgád ezen a helyen imádkozik hallgasd meg a te szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, hallgasd meg és bocsáss meg nekik. Ha majd valaki vétkezik, fele barátja ellen, és arra kényszerül, hogy esküdt tegyen, ő pedig idejön és esküdt tesz oltárod előtt ebben a házban, te hald meg a mennyből, és tégy igazságot a te szolgáid ügyében, Fizes meg a bűnösnek, és olvast fejére a tettét, az igaznak pedig bizonyítsd be igazságát, és bányvele vele igazsága szerint. Ha majd néped, Izrael vereséget szenved ellenségétől, mert védkezik ellened, de azután megtér és vallást tesz nevedről hozzád imádkozik és könyörök színed előtt ebben a házban, te hallgasd meg a mennyből, bocsásd meg népednek, Izraelnek a vétkét, és hozd vissza arra a földre, amelyet neki és őseinek adtál. Ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeztek ellened, de azután imádkoznak ezen a helyen, vallást tesznek nevedről, és megtérnek vétkükből, mert megaláztad őket, de hallgassd meg őket a mennyből, és bocsásd meg szolgáidnak és népednek, Izraelnek a védkét, sőt, tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell, és adj esőt földedre, amelyet népednek adtál örökségül ha majd éhínség támad az országban, ha dögvész, aszály, rozsda, sáska vagy cserebogár pusztít, vagy ha ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármilyen csapás és betegség támad, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egész néped Izrael mond el, és ha valaki elismeri, hogy miatta van a csapás és a fájdalom, és kitárja a kezét e ház felé, hallgasd meg lakóhelyedről a mennyből, bocsáss meg, és bány mindenkivel tettei szerint, ahogyan megismerted a szívét, hiszen egyedül te ismered az emberek szívét, hogy féljenek téged, és járjanak a te utaidon, egész életükben, amíg csak azon a földön élnek, amelyet őseinknek adtál. Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről, a te nagy nevedért, erős kezedért és kinyújtott karodért, ha eljön és imádkozik ebben a házban, hallgasd meg lakóhelyedről a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogy a néped, Izrael, és tudják meg, hogy rólad nevezték el ezt a házat, amelyet építettem ha majd néped hadba vonul ellenségei ellen olyan úton, amelyen te küldöd, és hozzád imádkozik-e város felé fordulva, amelyet kiválasztottál, és eház felé, amelyet nevet tiszteletére építettem, hallgasd meg a mennyből imádságukat és könyörgésüket, és pártold ügyüket. Ha majd védkeznek ellened, mert nincs ember, aki nevétkeznék, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeiknek, azok pedig fogságba hurcolják őket, akár távoli, akár közeli országba, de aztán szívből megtérnek azon a földön, ahova fogságba vitték őket, ha megtérnek és így könyörögnek hozzád fogságuk földjén, vétkeztünk, bűnt követtünk el, gonoszul cselekedtünk, ha tehát teljes szívükből és teljes lelkükből megtérnek hozzád fogságuk földjén, ahol őket fogva tartják és imádkoznak hozzád országuk felé fordulva, amelyet őseiknek adtál, a város felé, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet nevet tiszteletére építettem, hallgassd meg imádságukat és könyörgésüket lakóhelyedről a mennyből, és pártold ügyüket. Bocsásd meg népednek, amit ellened védkezett most azért, Istenem, legyen nyitva a szemed, és füleddel figyelj az imádságra ezen a helyen. Most pedig indulj el, Úristen, nyugalmat helyére, te és hatalmad ládája. Papjaidat, Úristen, vedd körül szabadításoddal, híveid pedig hadörvendezzenek a te jóságodnak. Úristen, ne fordulj el fölkentettől, gondolj arra, hogy milyen kegyelmes voltál szolgádhoz, Dávidhoz.